Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Karácsonyi csomagosztás. A 65 évnél idősebbek jelentkezhetnek. Az elköteleződés jegyében. Család és közösség. Születésnapi köszöntések, közös ebéd. Idősek napját tartottak Kocsolán. A legkisebbekkel ünnepelték a Halloween-t. Tök parti dalmondom. A 65 évnél idősebb szekszárdi polgárok idén is kapnak karácsonyi ajándékcsomagot. Az akcióra november 3-áig lehet regisztrálni. Eddig 4100-al jelentkeztek. A 65 évnél idősebb szekszárdi lakosságnak kedveskedik a város önkormányzata az évvégi ünnepek alkalmából. A karácsonyi csomagokat november 3-áig lehet igényelni. A termékek között élelmiszerek, karácsonyi édességek lesznek megtalálhatók, mondta Gyurkovics János, alpolgármester. Meglátjuk, hogy mennyi lesz a pontos létszám vagy csomagszám, és annak megfelelően közbeszerzés indul, és a múltkor is elmondtuk, hogy legalább 8 féle terméket kell tartalmazni a csomagnak, és minimum 2,5 kiló súlyúnak kell lenni, és hát a beltartalom vagy a csomag tartalma az majd ki fog derülni, és természetesen a legjobb ajánlattevőnek a összetételét fogjuk kiválasztani. Az akcióra eddig 4100-an jelentkeztek, a tavalyi szám 4500 volt. Gyurkovics János hozzátette, a felajánlásokat december 4-én vehetik át a szépkorúak. A kiosztásról majd az adott időt megelőzően pontosan tájékoztatunk mindenkit, és szeretnénk ugyanúgy, mint a tavalyi évben is, szervezetten, zöggenőmentesen. Ez még egy kicsit korai, de mikor oda fogunk érni, akkor pontos tájékoztatást adunk erről is mindenkinek. Az ajándékokat telefonon lehet igényelni a 0674 999 333-as számon. Hétfőtől elérhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás a 3 évesnél idősebbeknek, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A múlt héten befejeződött az influenza oltóanyagok kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, így október 30-ától a felnőttek részére rendelkezésre áll a 3 komponensű oltóanyag. A kockázati csoportba tartozók számára a kormány az idei évben is térítésmentesen biztosítja a vakcinát. Ez ebben a szezonban 949 000 adagot jelent. Halottak napja alkalmából tisztelegtek főhajtással a hősi halottak előtt a Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányság vezetői. A Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányságon Tóbiás Rajmund rendőr ezredes, Bíró Attila rendőr alezredes, Zsikó Zoltán a Tolnavármegyei Közgyűlés alelnöke és Bíró Gyula aljegyző is a hősi halottak tiszteletére kifüggesztett emléktábla előtt rótták le kegyeletüket 2023. október 31-én. A vezetői állomány jelenlétében helyezték el az emléktábláknál a kegyelet koszorúját. A rendezvényen résztvevők főhajtással tisztelegtek mindazon rendőrök emléke előtt, akik szolgálat közben hősi halált haltak. Közeleg a halottak napja, és mint az elmúlt években, most is eljöttünk, hogy megemlékezzünk szolgálat közben elhunyt kollégáinkról. A fuvarozó képviselőivel folytatott párbeszéd eredményeként a Gazdaságfejlesztési Minisztérium javaslatára a kormány arról döntött, hogy újabb intézkedésekkel segíti a stratégiai jelentőségű ágazat szereplőinek megerősödését. Ezáltal a magyar árufuvarozásban tevékenykedő vállalkozások versenyképességének további növelését. A kormány döntése szerint egyfelől a jelenlegi 3,5 forintról 2024-től majdnem 3-szorosára, tehát 10 forintra nőhet a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójából visszaigényelhető literenkénti összeg. Családi és missziónapot tartottak Szekszárdon, ahol sok érdekes előadással várták az ide látogatókat. Az esemény sorozaton olyan kulcsfontosságú előadások kaptak helyet, ahol a közösség értékteremtő fontossága kapott hangsúlyt.
Immáron 5. alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei családi és missziónap Szekszárdon, ahol számos programmal várták a város lakosságát. Nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek, gyülekezeti tagjainknak legyen lehetősége egy olyan találkozásra, ahol együtt vannak, együtt élik meg, hogy ők az evangélikus egyházhoz tartoznak, és közben pedig olyan programok legyenek, ahol tényleg talán egy kicsit építőleg tudunk együtt lenni, olyan tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, módszereket hallhatunk, vagy ötleteket, amelyekkel azt a pici közösséget is mégiscsak egybe tudják tartani. A családtól a közösségig tartott előadást Süveges Gergő és felesége, akik az összetartozásra és a közösség erejére hívták fel a figyelmet. Közösségben tudunk élni, és a magánytól meg menekülünk, úgyhogy ez egy elemi törekvése mindannyiunknak, hogy közösségben legyünk. Arról nem beszélve, hogy hát Jézus is ezt mondja, hogy ahol ketten, hárman összegyűlnek a nevemben, ott én is ott vagyok közöttük. Úgyhogy én igazából nem valami csábítgatásról beszélnék, vagy pecázásról, vagy horgászásról, hanem annak az elemi igénynek a felismeréséről, hogy szeretnénk közösségbe tartozni, szeretnénk együtt lenni másokkal. Előadásukra olyan közösségfejlesztő eszközrendszert hoztak, mely segítségével szempontokat kaphatunk, hogy hogyan lehessünk egy közösség értékes tagja. Mindannyian más tudunk hozzáadni a közösség működéséhez, a közösség életéhez. És egyrészt azt megtapasztalni, hogy én személy szerint közösségbe kapcsolódva, közösségi tagként, mivel tudom gazdagítani a közösséget. Azt megtapasztalni, hogy a különböző tagok különbözősége, más-más karizmája, adománya, tehetsége, hogy adódik össze, és lesz valami más minőség több belőle. Kihangsúlyozták, hogy az egyes tagok sokszínűsége adja az igazi közösségteremtő gazdagságot, ahol mindenki értékesnek érzi magát, és ezt hozzáadva értéket tud teremteni az emberek számára. Ezzel pedig maga a közösség is vonzóbbá és megszólítóbbá válik mindenki számára. Magyarországon is egyre elterjedtebb csalási módszer a hívószámhamisítás, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a hívószámhamisítás során nem a hívást kezdeményező valódi telefonszáma jelenik meg a készüléken, hanem egy másik, a hívó által előre beállított azonosító. A csaló azért hajtja végre a számcserét, hogy elnyerje a bizalmat. A beérkező híváskor a kijelzőn a telefon névjegyzékében látszólag egy közismert szolgáltató száma tűnik fel. A csaló ezzel a trükkel például azt próbálja elhitetni a felhasználóval, hogy ténylegesen egy banki alkalmazottal beszél. Az ukrán-magyar határszakaszon 5045-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar határszakaszon pedig 4233-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A rendőrség 37 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát, a végleges okmányok beszerzéséért. Kocsolán több programot is szerveznek a szép kuraknak, és az idősek napja is most zajlott. A rendezvényre finom ebéddel és színvonalas műsorral várták a településen élő időseket. Születésnapi köszöntésben is részesültek azok a kocsolai lakosok, akik idén betöltötték a 80. és a 90. születésnapjukat. A településen minden évben megtartják az idősek napját, és ez idén se volt másképp. Településünkön novemberben szoktuk tartani az idősek napját, ez már hagyománynak számít falunkban. Ilyenkor várjuk a 60 év feletti idős, szépkorú embereket, lakosainkat. Egész szép számba jöttek el idén is hozzánk. Kocsolán fontosnak tartják, hogy a szépkorúak is a mindennapok részévé váljanak. Az idősek napi rendezvényen kívül más programokat is szerveznek annak érdekében, hogy összehozzák az idősebb korosztályt. A szépkorúaknak van klubjuk, amint minden hétfőn összeülnek és egy kicsit beszélgetnek. Két klubunk is volt, csak a sajnos az idősebb generáció már nem tud részt venni, nem tudnak elmenni
hogy egy kicsit is beszélgessenek, de van a Vidám Hölgyek Klubja, akik minden héten szívesen összejönnek, kirándulásokon vesznek részt, elmennek különböző rendezvényekre, úgyhogy szerintem ők nagyon aktívan mozognak még most is. Az idősek napjára finom ebéddel és színes műsorral várták a település szépkorú lakóit. Dalmandon sok éves hagyománya tökparti. A legkisebbektől egészen a felnőttekig mindenkit igyekszik megmozgatni a rendezvény. Utcai felvonulással, számtalan játékkal, jelmez és tökfaragó versennyel várják az érdeklődőket. A dalmandi önkormányzat már évek óta rendszeresen megrendezi a tökpartit. Ez a buli az óvodás és az általános iskolás gyerekek számára egyaránt egy jó szórakozást jelent. A program kora délutántól egészen estig tart, és szinte minden korosztályt megmozgat, elsősorban a gyerekeket. Hát a tökpartink az egy Halloween helyett tökpartinak neveztük el ezt a kis bulit, amit rendezünk minden évben a gyerekeknek. Hát nagyon népszerű lett, most már egyre, évről évre többen vagyunk. Mondhatom azt, hogy 150-200 főt is eléri a létszám, aki itt megjelenik. A program gyülekezővel kezdődött az általános iskola tornatermében, aztán egy felvonulás következett. A szülőket is igyekeztek bevonni az eseménybe, ezért több versenybe is benevezhettek a résztvevők ezen a vidám napon. Rémséges süteményeket sütnek a szülők, jelmezbe öltöztetik a gyermekeket, nagyon sok jelmezes felvonulónk lesz a mai nap folyamán is, és tökfaragó versenyt hirdetünk meg, készen hozzák a faragott tököt, és azt is nyilván oklevéllel és kis ajándékkal jutalmazzuk. Az önkormányzat a tökpartin kívül húsvétkor és karácsonykor is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. Igyekeznek minden évben olyan ünnepi rendezvényeket szervezni, amelyek minél több ember megmozgatására alkalmasak, ezzel is ápolva a falu közösségét. Regionális híreink következnek. Meg kell őrizni a kiemelt személyiségek emlékét. A Nemzeti Sírkert programhoz kapcsolódna a Pécsi Fidesz. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltakra emlékeztek. Koszorúzás Pécsen a Kálvária dombon. Elkezdődött a 31. határon túli magyarok összművészeti fesztiválja. Nyitó rendezvény a Kaptárkincsek 35 kiállítás. Nem hagyhatjuk, hogy a helyi és országos szinten is nagyot alkotók, vagy éppen nagy hatású hősök emléke elveszten, és az utókor ne tudjon róluk, mondja a Pécsi Fidesz frakció vezetője. Ezért országos védelmet biztosítanának azok sírhelyeinek, akik még nem szerepelnek a Nemzeti Sírkert programban. Első lépésként 3 emlékhely megőrzését indítványozzák, amit később tovább lehet növelni. Mateovics Ferenc jogász, járásbíró, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselőjének mellszobra az asztalon. Politikai nézetei miatt a kommunisták koholt vádakkal börtönbe zárták a II. Világháború és 56 után is évekre. A rendszerváltás után társaival elindította a Kereszténydemokrata Párt működését. Ő egyébként Pécs rendszerváltozás utáni első díszpolgára is. A másik személyünk Málics Ottó lenne, a Mecseki Láthatatlanok 56-os ellenállók egyik jeles képviselője, az egyik ütközet, a pécsváradi ütközet hősi halottja. Ő a pécsbányai temetőben nyugszik. Illetve harmadik jelöltünk Tüskés Tibor lenne, egykori jelentős pécsi népi író, a Jelenkor cím folyóirat egykori főszerkesztője, aki nem csak Pécsre, de az ország kulturális életére is kiemelkedő hatással bírta maga korában. Hármójuk síremlékének gondozását kiemelt feladattá tenni a Pécsi Fidesz frakció, mondja Csizmadia Péter. Pécset jelenleg tudomásunk szerint 4 helyszínen 59 sírhely kapott ilyen állami védett státuszt, amelyel valóban egyébként most már az állam az, amely méltó módon gondozza ezeket a sírokat, illetve gondoskodik arról, hogy ezek a sírhelyek soha ne kerüljenek felszámolásra. De ezen túl fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan kutassuk azokat a személyeket és azokat a pécsieket, egykori pécsieket, akik itt nyugszanak a városban, a város temetkezési helyein,
de még nem kaptak védett státuszt. A Nemzeti Sírkert program az az állami program, ahol az arra érdemes síremlékek gondozását végzik. Jelenleg hármójuk sírhelyét ajánlja a Nemzeti Örökségintézet figyelmébe a helyi Fidesz, hogy védelem alá kerüljenek. Így emlékhelyük gondozása alá kerülne, és nem veszne el, az utókor pedig megismerhetné őket. Csizmadia Péter azt mondja, szeretnék, ha a Pécsen nyugvó nagyjaink emlékét sikerülne megőrizni. Ezért szeretnének mindenkit felkutatni, ehhez pedig várják az ajánlásukat a pécsiek közösségétől. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak szabadulásának 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a pécsi Kálvária dombon. Az ünnepséget a hortobágyi kitelepítettek emlékművénél rendezték hétfőn délután. Beszédet mondott Őri László, a Baranyavár megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. A megemlékezés után a Nem telepesek című dokumentumfilmet vetítették az érdeklődőknek. A mai megemlékezés jelentőségét az adja, hogy éppen 70 éve, 1956 őszén szabadultak ki a hortobágyi kényszermunkatáborból azok, akik túlélték az ottani borzalmakat és megpróbáltatásokat, mondta Őri László, a Baranyavár megyei önkormányzat elnöke a pécsi megemlékezés alkalmával. Baranyából egyes feljegyzések szerint 366 embert hurcoltak el az AVH-sok 1950. június 22-23-ára virradó éjszaka a déli határ menti településekről, falvakból. Más feljegyzések szerint az elhurcoltak száma 1000-et is elérte. 2018-ban a hortobágyi kényszermunkatábort megjártak, illetve az ő hozzátartozóik kezdeményezték az akkori jobboldali városvezetésnél, hogy hozzunk létre egy olyan emlékhelyet Pécs belvárosában, ahol méltó módon tudnak a táborból kiszabadult, még ma is köztünk lévő túlélők és az ő hozzátartozói gyermekeik, unokáik emlékezni. Ekkor állították fel az emlékhelyet Pécsen a Kálvária dombon, melyet Szatyor Győző Kós Károly díjas fafaragó népi iparművész készített. A művész könyvéből az alábbiakat idézte. Puskatussal verték az ajtót. Pakoljanak, szólt a rideg parancs. A miétre nem volt válasz, csak a fegyver závára kattant. A fegyver csöve merett ránk, miközben anyám batyut kötött, apám dühösen hallgatott. Szíve összeszorult, s keze ökölbe, mikor a konyha kövén csattant a puskatus. Az emlékhely elkészülte óta minden évben összegyűlnek az érintettek és az együttérzők, amikor is felidézik a kommunizmus okozta borzalmat. A megemlékezés végén az emlékhelyen a kegyelet koszorúit is elhelyezték. A megemlékezés után a Nem telepesek című dokumentumfilmet vetítették az érdeklődőknek. Megnyílt a Kaptár Egyesület kézműveseinek 35 éves jubileumi kiállítása. A tárlat a Határon túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja keretében fogadja a látogatókat Pécsen a Pannon Magyar Házban. A Kaptárkincsek 35 a fesztivál nyitó rendezvénye. Két évig tartó gyűjtőmunka eredménye a Pannon Magyar Házban látható kiállítás anyaga. Állandó, de mégis folyamatosan változik a gyűjtemény. A Kárpát-medence teljes területéről magyar kézműves kortársalkotókat kerestek fel, és tőlük várták a felajánlásokat ebbe a gyűjteménybe. A Kaptár Egyesület kézműveseit is bemutatva számos kiállítást rendeztek meg. Erre az időszakra emlékezve meghívást kapott az éppen 35 éves egyesület. Természetesen túl azon, hogy a Kárpát-medence magyar régióiból, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidék, Drávaszög, Muravidékről érkeznek tárgyak. Beletartozik a Kárpát-medencébe a hazai kézműveség is, és hát Baranyában nagyon gazdagok vagyunk ilyen téren. Rengeteg magas minőségű és nagyon kreatív kézművességet találhatunk, és kézműveseket. Ennek egyik remek példája akár a Kaptár Egyesület. Akadnak egész családok, akik a kézművességnek szentelik életüket. Jó példát mutatnak erre a következő kiállítók. Például Budai Gyuri bácsinak a fa játékai, fából készült különböző funkciói tárgyai. Egyébként ő elég karakteresen gondol a gyerekekre, sok gyerekjátékot készít. A felesége is, és lánya is, Kinga is nemezelnek is, nagyon szép ékszereket, nemes tárgyakat láthatunk, táskákat itt a kiállításon. A tárlat a Határon túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja keretében fogadja a látogatókat Pécsen a Pannon Magyar Házban. A Kaptárkincsek 35 a fesztivál nyitó rendezvénye.
Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Karácsonyi csomagosztás. A 65 évnél idősebbek jelentkezhetnek. Az elköteleződés jegyében család és közösség. Születésnapi köszöntések, közös ebéd. Idősek napját tartottak Kocsolán. A legkisebbekkel ünnepelték a Halloween-t. Tök parti dalmondom. Szerdán nyugodt napsütéses, mérsékelten meleg, de így is az évszakos átlagnál több fokkal enyhébb idő következik. Csapadék általában nem hullik, nyugaton megélénkül a délies szél. Késő délutántól délnyugat felől vastagabb felhőzet sodródhat az ország fölé. Éjszaka országszerte vastagszik a felhőzet, és hajnalban az ország nyugati felén néhol előfordulhat kisebb eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!